2022. május 22-e van, ma játsszák az utolsó mérkőzést az NB2-ben, azonban csapatunk játékosa Gyömbér Gábor is az utolsó mérkőzését fogja ma játszani, ugyanis úgy döntött 34 évesen, hogy visszavonul a profi labdarúgástól. Mi arra gondoltunk, hogy az utolsó napját végig kísérjük, megmutatjuk a kulisszatitkokat, eljöttünk a házához, hogy egy kicsit beszélgessünk vele és a családjával, és talán egy kicsit nosztalgiázunk is, úgyhogy jöjjenek utánunk, nézzük meg, hogyan készül Gyömbér Gábor az utolsó bajnoki mérkőzésére. Jó napot, Gyömbér Gábor, itthon van? Szia, sziasztok, gyertek, bejöhetünk? Bejöhetünk, gyertek. Szervusz. Szia. Szervusz, köszönjük szépen, hogy fogadtál minket. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon szép a lakásod. Köszönjük szépen. Mióta laktok itt? Hát, 2017-ben költöztünk be. 2017. Igen, igen. A pont akkor, amikor ideigazoltál Soroksára. Igen. Még felcsútjátékosként vettük meg, de mire kész lett, addig már Soroksári játékosként költöztem be, úgyhogy gyertek be. Köszönjük szépen. Vigyázzatok a család házőrzőjére. Nagyon vérmes, úgyhogy. Hogy hívják? Boris. Szerbusz, Boris. Ők pedig a családom. Sziasztok! Szia, Niki! Sziasztok! Niki, mit szólsz ahhoz, hogy a féred urad lassan több időt fog itthon tölteni? Nem fog nagyon lábatlankodni? Nem, de hát nem tudom. Még nem nagyon tudjuk, hogy fog kinézni ez az egész, meg hogy mennyi időt fog itthon tölteni, mert azért nyilván ez az új munkája is majd sok időt elvesz tőle. Igen, hát jól tudom, ugye scout leszel majd. Hát csinálom a foci mellett is egy jó ideje a mellékállásban, és úgy néz ki, hogy akkor nyártól teljes állásba fogom csinálni, ha minden igaz. Úgyhogy hát azt nem mondanám, hogy unatkozni fogok, de valószínű, hogy több szabad időm lesz egy kicsivel. Más lesz nyilván, meg ugye hát neki mindig volt egy ilyen rituáléja, tehát ezek a meccs előtti napok, meg a közvetlen a meccs előtt, az azért tényleg ugye koncentrálás, meg ráhangolódás, tehát az nyilván ilyen szempontból meg fog szűnni. Amikor reggel fölkeltél, akkor eszedbe jutott, hogy azért az utolsó hivatalos bajnoki mérkőzésed lesz ma? Hát igen, mert a héten már ugye ment az Rika is, hogy már csak két edzés, már csak egy edzés, és azért igen, bár ez a történet már hamarabb úgy lezárult bennem, szóval már hamarabb eldöntöttem, hogy nyártól ugye vége lesz a pályafutásnak. De úgy igazából tényleg ma van az utolsó nap, és azért egy kicsivel másabb, mint a többi. És hogy ébredtél föl, reggel volt valami kis gyomor, görcs? Nem, vagy jól aludtam, hála Istennek. El tudtál aludni? Nem gondolkodtál? Nem, mert két gyerek azért lefáraszt minket, úgyhogy jót alszunk, hamar el is aludtam. Nem vagyok igazából most nagyon ráizgulva erre a mérkőzésre. Biztos, hogy majd maga a mérkőzés, meg a mérkőzés után fog majd úgy leülepedni, vagy tudatosulni az, hogy hát, hogy ez az utolsó ilyen mérkőzés, vagy egy csapatban dolgozni majd, hogy biztos, hogy szokatlan lesz. Most az az igazság, hogy inkább a pihenésre vágyom, mert úgy mind fizikálisan, mind fejbe azért úgy le vagyok merülve. Úgyhogy még erre a mai napra úgy összekaptam magam, úgyhogy de várom is a mai mérkőzést, mert az csak egy bajnokavatás is lesz ugye, úgyhogy biztos, hogy jó hangulatú mérkőzés lesz. Jól van. Kinézzünk egy kicsit, mutatod a kertet? Persze. Okay. Az úgyis az én felségterületem. Hát azért a kerítésem már látszik, hogy kicsit viseltes állapotban van. Ja, ott egy-két labda egy-két már labda eltalálta. Már, igen, egy-két labda eltalálta. Most a Milu is azért egyre többet szeret, van egy szomszéd óvodástársa, akivel sokszor összejövünk délutánonként óvoda után. Van, hogy nálunk, van, hogy náluk, és akkor megy a foci, most nagyon rákapott erre. Hála Istennek az utóbbi meccseimen kinn is voltak, amikor már jobb idő lett, akkor a Niki kihozta őket, és nagyon szeretnek kiállni Sorira. Én próbálom a Grupa Marénába is beszoktatni, de amikor voltunk, akkor egy kicsit neki olyan félelmetes volt, mert sokan elsőre is volt. Igen, az. Igen, hangosak voltak a szurkolók, és maga a stadion nagysága is kicsit úgy megijesztette, de Soroksáron egy abba kis családi. Hát családias, igen, persze. Igen, ott azt nagyon élvezi. Tényleg, ugye múlt héten hazai pályán ugye elbúcsúztattak téged, a stáb, a vezetők. Mindenki nem tudtál róla, ha jól tudom, nem, ugye? Nem, mit szóltál, amikor megláttad a családodat?
Hát akkor igazából ugye el is érzékenyültem, mert igazából én készültem a héten ugye a Draginak a búcsúztatójára, ott ajándékokat próbáltuk úgy beszerezni a héten, és akkor volt egy-két furcsa dolog, először az, hogy hamarabb kell kimennünk a mérkőzésre, igazából nem értettem, mert mondom, odaadjuk a Draginak, és maximum csúszik egy percet a mérkőzés. De akkor talán az öltözőbe is úgy jöttek oda a csapatvezetők, ott gratuláltak, meg stb. Úgyhogy az is már kezdett egy kicsit úgy furcsa lenni. Utána ugye te is a kamerával folyamatosan engem vettél, úgyhogy nagyon-nagyon aranyos volt az egész csapat, az egész vezetőség, hogy ilyen szép ajándékkal is, és ilyen, hogy megemlékeztek az utolsó hazai mérkőzésen, mert nagyon megható volt, főleg úgy, hogy a családomat is beszervezték, édesapámékat is felhívták, anyósomék is ott voltak, úgyhogy nagyon szépre sikeredett, főleg úgy, hogy ezért nyertünk is. Sajnos a sérülések nem kerülték el a pályafutásomat, már 19 évesen volt az első keresztalakszakadás, amikor bemutatkoztam Sopronba az NB1-be, és 8 mérkőzés után elszakadt a keresztalagom. Igazából az a térdem fáj nagyon jelenleg is, ugye leszakította a porcot is, szóval ott azért, tehát ugye 19 éves voltam, 15 éve történt ez. Ez egy olyan dolog, ami már nem lesz sose a régi, és az idők múlásával csak rosszabb és rosszabb lesz. Ugye pályafutásom alatt még egyszer elszakadt a másik keresztalagom, és a Fradiba volt egy mozaik plasztikám, ugye kiszakadt egy porc a térdemből, és azt kellett úgy vissza kellett építeni. És igazából a Fradiból pedig akkor azért jöttem el, bár a vezetőség és arra voltam igazából kíváncsi, igen, mert arról nem nagyon beszéltél, tehát nem kaptál, gondolom, igen, játék ugye, lehetőséget, igen, és nekem az volt a legfontosabb, hogy de csapatkapitány voltál, ez azért ez igaz. Mégis nekem igen, nagyon fura ez volt. Ez így igaz, de bár még egyszer mondom, a vezetőség marasztalni szeretett volna, a szakmai stáb szintén, mert fontos láncszemnek tartottak az öltözőn belül is. Nekem mégis az volt akkora fontos 28-29 évesen, hogy minél többet játszak, és ne csak az legyen, hogy a héten kemény hát edzés után, hétvégén ne tudjak játszani, hanem az lenne a fontos, hogy minél többet a pályán töltsek meg. Akkor úgy érezted, hogy egyébként mondjuk olyan a konkurencia, hogy, és ugye jöttél vissza egy sérülésből, hogy pontosan emiatt valószínűleg kevesebb játék lehetőséget kaptál volna? Igen, hát ugye évről évre épült a Fradi, és javult a játékos keret, javult a minőség. Nehéz volt úgy visszaverekedni magát az embernek. Azért a sérülések hagytak nyomot a játékomban, már nem ugyanaz az agresszív játékos voltam. Nem ugyanaz az agresszív játékos voltam, mint előtte. Úgyhogy azért ez meglátszódott a játékomon, és úgy láttam a legjobbnak, hogyha továbbállok. És ugye akkor jött neked az a felcsúti kitérő. Miért pont felcsútot választottad? Hát igazából azért, mert a Pintér Attila személyében ő volt az a legkitartóbb edző, aki nagyon szeretett volna, hogyha oda kerülök felcsútra. Egész tél alatt, nem is tudom, naponta hívott, hogy szeretné, hogy szükség van rám, hogy szeretné, hogy csatlakoznék, hogy NB2-ből minél hamarabb visszajusson a csapat. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor belevágok még akkor is, ha tudtam, hogy ugye visszalépés az NB2, de ott is igazából ez egy szakmai döntés volt, mert tudtam, hogy... Hát ott fel tudtad magadat építeni. Így van, és tudtam, hogy nagyon hamar vissza fogok tudni kerülni az első osztályba. De 14 meccset játszottál, és utána ott mi történt akkor? Hát ott... Más elképzelése volt utána az Attilának, hozott egy-két olyan játékost a posztomra, akit ő már régebb óta ismert, és bízott bennük is. Úgy döntöttek, hogy inkább őket építik. Inkább őket szeretnék az NB1-be, úgyhogy ez egy nagyon gyors sztori volt. Megértetted. Hát de mi ennek nagyon-nagyon örülünk, hiszen ugye elérkezett 2017 nyara, amikor ugye a Petiéket kinevezték ugye a Soroksár élére, és ugye az utolsó talán egy vagy két hétben csatlakoztál be a munkába, igen. De emlékszem azokra az edzésekre, úgy tűnt, mintha már ezer éve itt focisztál volna, annyira üsztet hajtottad a srácokat, hogy, és segítettél nekik, hogy hogyan helyezkedjenek, mit csináljak, hogy csináljak. Igazából bárhol játszottam,
igyekeztem ugye a maximumot nyújtani edzésen is, mérkőzéseken is. Hogyha én elvártam magamtól a maximumot, ugye mindig elvártam, hogy a csapattársak is hogy maximumot nyújtsanak, igyekeztem a fiatalokat építeni, űzni, hajtani. Igazából nem volt nehéz a váltás, mert ugye a szakmai stáb is ismerős volt, ugye a Peték személyében ismertük egymást, ugye már a Fradi volt. Ugye nekem nem titok, hogy a Peti volt a gyerekkori példaképem, én szedtem neki labdát az Üllői úton, a régi stadionban is, úgyhogy nem volt ismeretlen maga a közeg sem, a játékosokat ismertem, nagyon sok fiatal játékos volt, és hát azért tudtam, hogy miért akarnak a Petiék engem oda szerződtetni, nem azért, hogy ellébecoljak a háttérben, hanem igyekezni a többi idősebb játékossal, Huszák Tomival, Gyepes Gabival, akkor Gárdos Andrissal a fiatalokat igenis összekapni és sikerre vezetni. Csináltunk neked egy kis videót, ilyen, ez nyugi, semmi olyan. Igazából csak a legutóbb, amikor voltam beharangozott csinálni, akkor kikértem három játékosnak a véleményét azzal kapcsolatban, hogy mi lesz Gyömbér Gábor nélkül, most ezt így megmutatnám neked, jó? A Gábor személye mind az öltözőben, mind az öltözőn kívül nagyon nagy jelentőséggel bír. Ő egy igazi csapatkapitány alkat, tehát úgy, hogy minden edzést komolyan vesz, űzihajtja a csapattársait pályán szintén, tehát mérkőzés közben is az ő hangját lehet hallani leginkább. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy érvágás lesz nekünk, hogy ő abba hagyja. Ha valaki nézi a meccseinket kívülről, vagy akár felvételről, a legfeltűnőbb az, hogy a Gyömbér hangját mindig hallani, és ez a vezéregyeniség, amit ő képvisel, az nekünk nagyon kell a csapatba, úgyhogy ez egy nagyon nagy veszteség lesz szerintem. Mindenképp kell oda találni egy olyan embert, aki ugyanúgy vezér tud lenni, mind az öltözőben, mind a pályán. Szóval hát sajnáljuk, hogy abba hagyja, mert tényleg pályán és pályán kívül is nagyon nagy vezérünk. Sokat köszönhetünk neki. A legnagyobb vezére a csapatnak, úgyhogy mindenképpen, hát még azt kell mondani, hogy pótolhatatlan hiánya lesz a csapatban, mivel ő minden héten egy olyan motiváló személy, akire mindenki felnéz és mindenkit húz magával. Meccsek előtti motivációs beszéde az legendás, úgyhogy igen, nagyon sokat fog veszteni sajnos a csapat. Hát úgy látom, hogy szeretnek téged. Hálásnak, köszönöm szépen, jól esik, és pont azok az emberek beszéltek, akik én úgy gondolom, hogy utánam talán ő nekik kell majd a csapatot, és a csapat élére állni, és húzni, űzni, hajtani a csapatot, mert mind a Balázs, ugye régi motoros már, régi harcos, úgyhogy az Atika játék tudásával szerintem az MB2 egyik legjobb játékosai közé tartozik az adott poszton. Az SP pedig pont az a személyiség, meg én is azt látom rajta, hogy kezd úgy az a személyisége is kialakulni, ami mondjuk az első időszakban nem volt meg nála, mert mondjuk fiatalon került oda, és még nem volt az a hangos, aki irányítaná a csapatot, úgyhogy bízom benne, hogy az SP is a jövőben élére tud állni majd a csapatnak. Kiben látod azt, aki tud legalább olyan hangos lenni majd a meccseken, mint amilyen te voltál, vagy te vagy? Hát, nem tudom, megmondom őszintén, bízok benne, hogy majd a középpályán is egy Hudák Martin vagy a Haris Ati be tudja tölteni ezt a szerepet. Meg még egyszer mondom, talán az SP az, akit nagyon remélem, hogy összekapja majd a védelmet, mert azért volt problémánk az idei szezonban, rengeteg gólt kaptunk, és ez nem feltétlenül ugye kapus vagy a védő négyesnek a probléma, inkább csapatszinten nem voltunk olyan szervezettek védekezésben, úgyhogy ez fontos lesz, hogy a jövőben ezen tudjunk változtatni. Figyelj, hogyha nem találunk olyat, aki ennyire irányítaná a csapatot a pályán, akkor te ott a pálya széléről, a nézőtérről szerintem simán be tudsz fordíválni, és irányítod a Petivel a csapatot. Hát én mindig azt mondtam, hogy nem tudom, hogyha leszek is, hogyha már nem fogok focizni, hogy nem hiszem, hogy a vasárnapomat majd MB2-es mérkőzések nézésével fogom tölteni, de biztos vagyok benne, mivel nem játszottam sok helyen, de azért olyan mély barátságok, vagy olyan jó közegben nem igazán voltam, mint itt Soroksáron.
nagyon sok olyan játékostársa, akikkel azért mondhatni barátságot ápolunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ki fogok járni a fiammal mindenféleképpen, mert szeretném, hogyha ugye futball felé orientálódna. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek a klubnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a jövőben is azért nyomon fogom követni az ő történetüket. Nosztalgiázunk egy kicsit. Ugye 5 évet húztál le, vagy húzol le éppen a Soriban. Emlékszel az első bajnoki gólodra, amit a Soroksár színeiben szereztél? Képzeld el, hogy rögtön már az első, nem is tudom, negyedik, ötödik forduló környékén. Nem? Talán az első meccsem, azt tudom, hogy kerületen játszottunk a Vác ellen, talán az volt az első, igen. meccsem, de az első gólomra pedig aztán nem rúgtam sokat. Tudod, mennyit lőttél? A bajnokin? 17. 16, 17, igen. 16. Na képzeld el, hogy az a Szolnok ellen volt, még Dabason játszottunk, és azzal a góllal nyertünk 2-1-re, úgyhogy berepültél, és fejes gólt szereztél. Na és melyik volt, vagy mik voltak azok a legemlékezetesebb meccsek? Mert azt hiszem, okoztatok néhány olyan futballélményt a szurkolóknak, hogy azt gondolom, hogy ha valaki nem szereti a focit, akkor azt a néhány meccset, ha megnézi, akkor meg fogja szeretni. Neked mi volt az a meccs, amire szívesen visszaemlékszel? Voltak szép sikereink. Minden szezonban akadt, hogy elkaptunk egy-egy nagyobb csapatot. Gondolok itt például a Vasasra a hazai pályán, MTK hazai pályán. Nekem ugye a kupamenetelés is egy nagyon nagy élmény marad. Ugye a Honvéd ellen sikerült gólt is szereznem az elődöntőbe. Ott sajnos nem sikerült bejutni a döntőbe. Nincs igazából ilyen egyetlen egy meccs, amire úgy kiemelten nagyon visszaemlékeznék, hogy ez volt az a meccs, hanem sok olyan szép eredményt értünk el, sok olyan meglepetést is, nagy csapatot elkaptunk, főleg mondom hazai pályán, ami azért örök emlék maradt. Ugye az előző fordulóban a Csákvár ellen, ugye sikerült győzelembe búcsúztatnunk el téged, viszont nem sokon múlt, hogy esetleg már az legyen a búcsú meccsed, ugyanis 4 sárgás voltál, ha jól tudom. Igen. Ez fejben figyeltél arra, hogy nehogy besárgulja? Igen, nagyon feszült voltam azon a héten, megmondom őszintén, mert ugye úgy volt a tervezett búcsú, hogy a Vasas pályán majd feljönnek a szüleim, akkor kijön a család, anyósom még kijönnek, és az a meccs lesz az utolsó. Nagyon feszült voltam ez miatt, és ezért volt nagy meglepetés és nagy megkönnyebbülés is, hogy már a csákvári meccsen kim volt a család, és egy ilyen meglepetés szervezett nekem a klub. Igazából édesapámat a fél időben láttam meg, és akkor az volt az első reakcióm, hogy most már megkaphatom a 5. sárgát nyugodtan. Úgyhogy nagyon feszült voltam azon a héten, megmondom őszintén, a bíróval is beszéltem a mérkőzés előtt, hogy azért vigyázzon rám, aha, mert hogy 4 sárgám van. Hát erre az volt a válasz, hogy ez 2 nál a vásár, ebben tisztában vagyok, úgyhogy azért igyekeztem odafigyelni. Hál' Istennek nem volt olyan durva mérkőzés, nem volt annyira intenzív mérkőzés, úgyhogy le tudtam játszani úgy a mérkőzést, hogy ne kapjak sárgát. Jó van. Gábor, hát azt hiszem, hogy lassan elindulhatunk a mérkőzésre. Egyébként vannak ilyen valami rigójáid, vagy bármi, amit így mérkőzés előtt mindig ugyanúgy csinálsz, jobb lábbal kelsz ki az ágyból? Igen, az van mostanában. Bármi, micsoda? Egész pályafutásom alatt voltak. Más volt a Ferencvárosban, más volt itt. Ugye itt MB2-ben szinte 5 éven keresztül vasárnaponként voltak a meccsek. A Fradiban azért volt, hogy szombaton volt. Nem egy ilyen nagy dolgokat kell gondolni. Például, ha kikelek az ágyból, akkor igyekszem jobb lábbal ezt akkor eltalálta. Igen, ebben igazad van, szóval azt mindenféleképpen. Összepakoltál már egyébként? Összepakoltam. Szerintem akkor, hát akkor elköszönöm. Köszönjünk el akkor. Megyünk, szívem! Megyünk, jó? Hát nagyon szépen köszönjük, hogy befogadtatok nem minket. Hiszem. Gyere, mondd a kamerának, hogy mit kell mondani délután! Hajrá, Sori! És mit kell mondani apának? Hajrá, apa! De jó! Hát akkor így nyerni fogunk, szívem. Hogyha ilyen jól fogsz szurkolni, akkor biztosan nyerünk. Na, Gyömbikém, a hintó előállt, akkor elviszünk. Te soha nem késtél el edzésről. Gyűlölök késni, megmondom őszintén. Ha megvan adva az időpont, hogy mikor kell találkozni, minimum fél órával előtt ott vagyok. Azt tudom, és ha jól tudom, ugye egy jó ideje fájdalomcsillapítókat is szedsz. Anélkül nem nagyon tudnál teljesíteni a pályán? Hát igen, sajnos az életem részévé vált a gyulladás csökkentő szedése. Sajnos az utóbbi 1-1.5 éve az szinte
napi szinten az edzéshez is kellett, mert hát egy jó óra, másfél óra az, amit gyulladáscsökkentővel versenyszerűen úgy a lábam bír. De mérkőzéseken is azért az utolsó 4 óra, 20 perc már nagyon kritikus szokott lenni. Régen azért minden fél évben felkészülés előtt adattam be injekciót, ilyen kenőanyag injekciót, ami fél évig szinte nagyon jó, optimális volt tőle a lábam, nem fájt annyira, de ezek is már nem hatnak. Ma a Vasassal fogunk játszani, utolsó mérkőzés, ugye már a nagy kérdések eldőltek, ugye a Vasas megnyerte a bajnokságot. Mi azért még küzdünk a 6.-7. helyért, de hát azért mindenképpen nyerni kell. Viszont nyilván most Angyalföldön ugye éremátadás is lesz a meccs végén, és ott nyilván népünnepét akarnak tartani, ki akarnak tönni minket, és hát ha csak a szigorúan a statisztikákat nézzük, akkor ha statisztika szerint azért van is rá esély, hiszen nem nagyon volt eddig keresnivalónk idegenben a Vasas ellen, pedig volt egy mérkőzés. Igen. Legutóbb, 2-0-ra amik 2-0-ra vezettünk, igen, és aztán 5-2 lett, azt hiszem, ha jól emlékszem. És igazából Torony magasan az egyik legjobb csapat volt a Vasas, abszolút megérdemelten jutottak fel az első osztályba. Ugye ők is elég régóta szenvednek, meg igyekeznek visszajutni, nem egy egyszerű. Azért tegyük hozzá, ez az NB2 eléggé kiegyenlített fizikális bajnokság, úgyhogy még egy Vasasnak sem volt egyszerű visszajutni. Hát igen, nem lesz könnyű mérkőzésünk, abban biztos vagyok. Tegnap belenéztünk az utolsó néhány mérkőzéseikbe. Nagyon jó formában vannak, látszik, hogy igazából... Duzzadnak az önbizalomtól. Igen, már megvan a feljutás, szóval... De mondjuk mi is egyébként, nem? Én az érzetem, hogy most ugye volt ez a Diósgyőr meg az Ajk elleni meccset, ezt most nem nézzük egyébként, előtte mi is duzzadtunk az önbizalomtól, és én is akkor azt gondoltam, hogy bárkit legyőzhetünk. Nagyon-nagyon. Én úgy érzem, azért most azért egyben van a csapat. Igen, abszolút, és hogyha most ránézünk a tavaszi tabellára, szerintem... Nincs miért szégyenkezni. Nincs, és elég előkelő helyen vagyunk. Úgyhogy tavasszal, de igazából az utóbbi 5 évben valahogy mindig ez volt jellemző a csapatra, hogy az őszünk az egy kicsit nyögvenyelős, gyengébbre sikeredik, és tavasszal viszont eléggé kiegyensúlyozott, jobb teljesítmény nyújtunk. Úgyhogy hát nem feltartott kézzel megyünk a Vasashoz. Meg mindig ilyenkor azért az emberben az van, hogy persze ünnepség, meg minden, de úgy jó lenne elrontani ezt az ünnepséget. Hát persze. Egyébként ki volt az a játékos pályafutásod során, aki ellen a legnehezebb volt játszani? Hát, igazából nem volt. Nagyon sok jó játékos ellen is játszottam. Nagyon nehéz volt például, hogyha még középpályát játszottam, nagyon nehéz volt a Kanta Józsi ellen játszani, mivel ha egy kis területet is adtunk már neki, akkor olyan képességei voltak, hogy a saját térfelünkön bárhonnan képes volt gólpasszt adni, úgyhogy őt nagyon szorosan kellett mindig fogni. Ez nem mindig sikerült, úgyhogy vele nagy csatákat vívtunk NB1-be is, NB2-be is, utána ugye ő szerepelt az MTK-ba még az NB2-es szezonban is, de úgy kimondottan nem. Nem volt, akkor nincs olyan. Na és ahhoz mit szólsz, hogy azért elég szépen termeltük idén a gólokat? Egyébként, hogyha a védelmünk kicsit jobb lett volna, hát nem is kicsit, azért sokkal, mert ugye rengeteg gólt kaptunk, akkor egyébként a feljutás... Védekezésünk. Bocsánat. Igen. Szóval, hogy a feljutásért is játszhattunk volna ilyen támadó játékkal, hiszen majdnem annyi gólt szereztünk, mint a Vasas, vagy mint az előn lévő csapatok. Viszont elég szépen elosztanak elő a gólok, hogy nem egy emberes, mint régebben volt, amikor a Lovi szerezte a 20-20 akárhány góljait, hanem Kevin is, Attila is, nyilván Lovi is, Redzsics is nagyon felvult, szóval, hogy nagyon szépen eloszlanak a terhek. Igen. Számomra ez a támadójáték is igazából két élő dolog, mert például amikor össze nem ment a csapatnak és nem ment a góllövés, akkor sem feltétlenül azt gondolom, hogy mondjuk egy Lovrencsis Balázs volt kútba, vagy a Lőrinci Attikának nem ment a játék, hanem csapat szinten nem nyújtottunk olyan támadójátékot,
már egészen a kapustól kezdve, vagy a védelemtől, középpályától kezdve, ami azt eredményezte volna, hogy mondjuk egy mérkőzésen legyen legalább 4-5, fél időnként 4-5 olyan lehetőségünk, amiből gólszerzési lehetőség. Ez tavasszal sokkal dominánsabb, sokkal erőteljesebb a támadó játékunk, és hála Istennek ugye a góllövő cipőt is megtalálták a srácok, és tényleg, ahogy mondod, nem csak egy játékosra hárul ez, hanem igenis 4-5 ember kiveszi a jócskán a részét abban, hogy eredményes tavaszunk van. De még egyszer mondom, azt gondolom, hogy szükség van ahhoz egy jó középpályára is, egy jó középpályára, és egy olyan védelemre is, akik mernek játszani, és nem csak az van, hogy elrúgják, amerre állnak, hanem mernek mi azért játszani, igen, igyekszünk, próbáljuk felépíteni a játékunkat, és próbálunk új támadást kezdeményezni. Úgyhogy én mindig azt mondom, mert egyrészt azért természetesen úgy nem bántó, de ugye magamra is veszem azt, hogy sok gólt kapunk, de mindig azt gondolom, hogy nem csak a négy védő és a kapuson múlik, hanem persze. Már elől a csatártól kezdve, hogy hogyan kezdjük el a védekezést. Igen. Na, lassan megérkezünk, Gábor. Amikor belépsz az öltözőbe, akkor már kicsit csendesebb vagy, kicsit már jobban koncentrálsz a mérkőzésre. Mi szokott lezajlani ilyenkor benned egyébként? Igen, általában csendesen leülök a kis helyemre, és összekészítem a dolgaimat, és akkor már a fejem azért a mérkőzésen jár, vagy kattog. Általában azért szeretném, hogy próbálom úgy elképzelni, hogy milyen szituációk várnak rám majd a mérkőzés folyamán, és azért már egy kicsit akkor már feszültebb is az ember, ahogy közeledik a mérkőzés. Úgyhogy amúgy sem vagyok egy harsogó öltözőben, egy nagyon harsogós típus, de akkor már azért csendesebb vagyok. Na urak, utolsó meccs, ugye? Így együtt. Még egyszer így együtt vagyunk, Jobbi. Úgyhogy még egyszer köszönjük azt a melót, amit beletettél az öt év alatt, és a hozzáállásoddal pozitív volt mind a pályán, mind a pályán kívül, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok én a magánéletben is neked. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nyilván a másért nem, akkor először magatokért, Jobbiért és a csapatért. Én azt gondolom, hogy érdemes oda tenni magatokat, és nyilván, amit elmondtam egész héten, nem azért jöttünk ki, hogy itt most itt statiszták legyünk az ünneplésre, hanem igenis ura, tévés meccs, mindenki mutassa meg magát, hogy milyen ember. Tudjátok nagyon jó, hogy a csibész gyerekeket szeretem a pályán kívül, de a pályán is akkor legyen az. Na srácok, így utoljára együtt, engedjétek meg először, hogy elköszönjek, vagy köszönetet mondjak az elmúlt 5 évért. A mester, a stáb, a vezetőség, nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt 5 évet. Az első naptól kezdve tártalokkal vártatok, és nagy bizalmat és szeretetet fektettetek belém.
igyekeztem ezt meghálálni teljes erőbedobásommal, tudásommal. Nagyon szépen köszönöm nektek. Utolsó sorban a csapatnak is szeretném megköszönni. Itt Soroksáron mindig is minden évben, bár kevesen vagytok, akik végigkísértek ebbe az öt évbe, mindig is egy nagyon jó közösséget alkottunk családias hangulatban, mindig is ebben rejlett az erőnk, hogy egységesek vagyunk. És ma egy komoly feladat vár ránk, és nem fogok hazudni, a lábujjamtól kezdve a nyakamig egyetlen egy porcigám sem kívánja ezt a meccset, de itt fejben nem lennék máshogy, gyerekek. Nem lennék. Mert ezekért a meccsekért érdemes ezt csinálni. Úgyhogy kapjuk össze magunkat, menjünk ki, tapsoljuk meg őket, és b***ok el ezt a rohadt fiesztát. Kátáro! Sori! Fel. Majd akkor fog igazán ez érződni, amikor nem kell reggel 8-kor kocsiba üljek és a haraszti út felé induljak, hanem egy teljesen új környezetbe, más célok felé fogok majd elindulni. Igazából ez a mérkőzés úgy hülyen tükrözi is a Soroksáron töltött 5 évet. Nagyon nagy mélységekkel is, de nagyon nagy magasságokkal is, és együtt szenvedtünk, együtt örültünk, úgy gondolom egy jó mérkőzést játszottunk. Végére jól elfáradtunk, de ez a futball, szóval belekadni mindent, és
ilyen közönség előtt ilyen jó hangulatú mérkőzéseket kell játszani, mert ennek van értelme. Ez miatt érdemes csinálni ezt az egészet. Nem fog hiányozni? Biztos fog hiányozni. Azért 15 évet folyamatosan a labdarúgó pályán töltöttem. Biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog. Új kihívások várnak rám, úgyhogy ott is meg kell állnom a helyemet. Jól van, Gábor. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy szépen köszönjük, hogy veled tölthettük ezt a napot, és sok sikert. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sziasztok.